Úgy van, hogy igazából az egész Szent Ferenc alapítványnak a kulcsa, vagy a mit tudom én, a szíve, az a nevelők, nevelőnők. Én ugye, mi csak olyan nevelőnőt alkalmazunk, aki összeköltözik a gyerekekkel, aki befogadja őket, és talán ezért kezelhetőbb, vagy hogy mondjam, formálhatóbbak a mi gyerekeink, nyugodtabbak, mert nincs az a jövés, menés, a nyolcszora munka lejárt, meg ilyesmi. Hogy bírják a nevelőnők? Hát az év nevelőnőit is szeretném bemutatni, Krisztina nevelőnénit, aki 15 éve jött Déván közénk, hát tudom, hogy újság jön ki a színpadra, de legalább állj fel! És miért lett az év nevelője? Azért, mert az idén négy fia érettségizett, és mind a négy sikerrel érettségizett. Tehát, hogy ezeket a gyerekeket első osztályos korától ő nevelte. Hunyadról, innen-onnan, Nyomornegyedből, nagyon nehéz helyekről jöttek, és tényleg Krisztina nevelőnéni, anyjuk volt a gyerekeknek. Tehát el lehet képzelni négy fiút elvezetni az érettségéhez, hogy azért kell nekik, ballagjanak meg, el kell búcsúztatni a tanárokat, meg ilyenkor bort is kell inni, meg minden. Hogy mondjam, ezt levezetni, levezényelni, hát legtöbb szülőnek már egy gyerektől is égnek áll a haja. Na de, hát, hogy mondjam, milyenek ezek a fiúk? Csináltak egy együttest, verseket írnak ezek a fiúk, és zenélnek, és hát hallgassuk meg most a külön nevük nekik nincsen, de Krisztina nevelőnének a fiait hallgassák meg szeretettel. Kinyíló, tövéses rózsaszál. Remegek, félek, elegem lett, meddig vigyem, sírjam mindezeket. Ember vagyok én is, s nem bírom, így tehát könnyes szemmel leírom. Egész életemben szenvedtem, szegény családba születtem, szüleim rám sem ismertek, juttalomként vertek, vertek. Ó, Istenem, kérlek, mondd el nekem, jobb így, ha ők már nincsenek. Életem végéig sírnék, szenvednék, hogyha én is valakié lennék. Kitörölhetetlen emlékek, csupán fájdalmak, nehézségek, csupán sorsélet marta szívemet, engemet, tönkretette lelkemet, engemet. Így a világ nem csak rózsaszirmokkal, de tövisekkel is teleszúrták. Mit kezdesz hihetetlen vágyaiddal, ha már álmod megzavarták? Az élet megy tovább a maga útján, elrohan az álmaid fölött, és te itt maradsz egyedül árván. És minden összedől előtted, de benned még él reményed. Állj fel! S ne nézz soha hátra, csapjon, csapjon öklöd asztalára, hisz neked is lehet érzésed, neked is jó eredményed, ne add fel. Ne add fel, és nyisd ki szemed, hisz hosszú az út még előtted. Lehet, hogy vége lesz holnap, de ma rád vár ez a nagy nap. Ma még tőled függ minden, testemen, lelkemen érzem, ma még lehet jobbnak lenni, ma még lehet annak lenni, csak is szívedre kell hallgatni. Égben nyomló fenyővé válni, Isten elébe állni.
hangzik a szó, s lelked a szabad, kelj fel, ember, szedd össze magad. Fájt, vagy álmom volt túl merész, vagy vihar várt, és árnyék gyűlt körém. Te eljöttél, s a súlyból csak egy szál lehet, ez a győzelem így nem csupán enyém. Mit ér egy hang, mond hangszer nélkül árván? Mit ér egy hang, mit nem kísér semmi más? Szóljon hát, most minden hangból hálám, hogy a semmiből így felrepített. Mit ér egy hang, mond hangszer nélkül árván? Mit ér egy hang, mit nem kísér semmi más? Szóljon hát, most minden hangból hálám, hogy a semmiből így felrepített. Hang, mond hangszer nélkül árván. Mit ér egy hang, mit nem kísér semmi más? Szóljon hát, most háladod a csúcson, hogy a semmiből így felrepített. Egy hang, mit nem kap fel a szél. Kedves nevelő szüleink, kedves testvéreim és kedves támogatóink! Valahányszor magamtól megkérdezem, vajon kinek köszönhetem az életem? Meg azt, hogy vagyok, hiszek és érzek, s miért születtem éppen én szegénynek? Nem egyszer teszem fel magamnak a kérdést, s ilyenkor fellángul bennem egy égető érzés. De körül tekintve titeket meglátlak, és szívem elveti a komor gondokat. Eddig a tegnapi meddő múltat tekintettem, ma már a ti videlmező kezetek őrködik fölöttem. És a holnap sírni kis bánatomban, vigaszt lelnik a ti mosolyatokban. Hisz megtanultam tőletek a létem lényegét, nem a fegyver, hanem a szeretet küzdelmét. És nem sírni, bánkodni, vagy szomorkodni, hanem ő benne bízva embereket vigasztalni. És végül ma, sok-sok szép pillanat után, az életünk egy gyönyörű szakaszán, mellettettek elfelejtek minden gondot, és kívánok nektek boldog születésnapot.
úgy van, hogy a negyedik fiú a családjukból, Ádi, ő Csíkszeredában van, ott iratkozott be egy főiskolára, de mutatkozzatok be, szerre. A nevem Szőgán Dávid Bobi, 13 éve lassan Szent Ferenc Alapítványnál vagyok, és most nevelőnek próbálok lenni, teljesíteni a kéréseket. Kapott 8 fiút, ugye, vagy 9-et? Hát 9-et kaptam, 8-at láttam, aztán nem tudom, lássuk, hogy... Ernő nevelő bácsi mondta, hogy 12 évvel ezelőtt kapott egy busz gyereket. Hát Ádi, ugye Bobi az egyik ezek közül. A nevem Szegar Csánó Rádó, 19 éves vagyok. Az idén végeztem, érettségiztem, és 9 éve vagyok a Szent Ferenc Alapítványnál. És nem is tudom, de... Minden nevelőnek szeretném megköszönni mindent. Azt is elmondhatjuk, hogy Ádi 8-os korában úgy érezte, elege van az iskolából. Fogta magát, beadta a felmondást. Ja, ez egy olyan gyerek otthon, amink, ahol lehet. Aztán 2 év múlva visszajött, és azt mondja, Csaba testvér, szeretnék mégiscsak leérettségizni. Neki ül tanulni is. Ő nem mondja el, de első tanuló volt az osztályában, és szépen sikerült a vizsgája, az érettségie is, és mostan, hogy mondjam, milyen főiskolára jársz? Automérnöki. Na, adja az Isten sikerüljön. Én Domokos Róbert vagyok, 18 éves, és én is az idén végeztem velük együtt. Most Marosvásárhelyen vagyok, a Szapiencián Egyetemen, kertészmérnöki szakon. Olyan könnyű azt mondani, hogy nem lehet gyereket nevelni, nem? Hát Krisztina nevelőt nem hívom ki, mert úgy se jön ki. De majd a hazafelé meg lehet tőle is, meg a többi nevelőtől is kérdezni, hogy lehet-e nevelni ezeket a gyerekek. Szerintem igen. És mondtam is úgy viccesen, hogy hát ha a Ferenc pápa ne talán meghívna egy kávére ezekkel a közel 5000 gyerekünkkel, én elmernék menni.